Sziasztok, üdv mindenkinek, ez itt ismét a Binding of Isaac. Nézzük a Tank Challenge-et. Jól van, jól kezdődik. Ugye nagyon-nagyon lassúak vagyunk, szóval jó lenne valami jó itemet szerezni minél előbb. Éppen ezért szerintem tök jó lenne nekünk bejönni ide. A probléma az, hogy... Hát damage-ünk az mondjuk 3,5, ami megint a normál kezdő damage-e. Továbbra sem tudom, mert nem néztem utána, hogy hogyan lehet az itemeket bekapcsolni, hogy látszódjanak. Nem, itt nincsen továbbra sem. Lehet, hogy ezt unlockolni kell valamivel? Mintha lett volna valami ilyesmi is régen, aztán nem tudom, hogy ebből lett-e valami később. Ugye, ha jól emlékszem, akkor item roomok nincsenek. Ezen a challenge-en legalábbis. Azért nézzük meg, hogy mi van ott, hogyha visszamegyünk. Nagyon sok HP-t vesztettünk már így az elején, de ez egy, nem egy olyan challenge, amin... De ez egy olyan challenge, amin sok HP-t fogunk veszíteni, legalábbis eleinte biztosan, aztán gyakorlatilag az lenne a lényeg, hogy minél kevesebbet veszítsünk így. Miniboss. Most felraktam Afterbirth Plus-ra, kicsit gyakoroltam vele. Felraktam Afterbirth Plus-ra a... az Antibirth-nek a zenéjét, és nagyon-nagyon jó még mindig. Szóval tudom ajánlani mindenkinek, hogy Afterbirth Plus-otok van, akkor tegyétek föl a zenepekket, mert tényleg nagyon-nagyon jó. Na, nézzük ki a boss. Hát, görglingek nem a legjobbak nekünk. Alapvetően azért, mert lassúak vagyunk. És nincsen damage-ünk, szóval... Ja... Ezzel az erővel akár Regman is lehetett volna. Be fognak keríteni minket, az a baj. Még van bőven HP-nk. Nem, mint hogyha ez lenne a cél, hogy jó sok HP-nk van, akkor játsszuk el gyorsan. Oké, egy lent van. Ez a lent van, ez nagyon rosszul hangzott így, annak ellenére, hogy angolul így mondjuk, de... Oké, kaptunk egy tírzapot. Kaptunk egy ilyet. Shot speed és tírzap. Jó van, kezd a tankunk egy kicsit jobban kinézni. De nincs item room, úgyhogy egy Blankard Emperor az nekünk elég sokat segítene. Nem, mint hogyha... Lockdown, oké. Mint ha ez így opció lenne most nekünk. Nem tudom, Blankardunk van-e egyáltalán már. Szerintem azt unlockolnunk kell előtte. Ja, persze, stompik vagyunk. Szóval, hogyha látunk Tintidrockot, akkor azt viszonylag könnyen ki tudjuk nyitni. Egyetlen problémám van ezzel a zenével konkrétan, ami most megy, hogy miért kell mindig gitár bele. Nézzük meg, ha már kulcsot amúgy sem tudunk nagyon bármi másra használni. Reméltem, hogy lesz benne pénz. Mert Spirit Heartot vennék még. Még egy cent kellene nekünk, és megvesszük a másik Spirit Heartot. Betörítsás egyelőre nem kell nekünk. Akkor már tüzeket is olcsuk el. Szóval igencsak elmúlt a tavaszi szünet. Nekem még szünet van. Nyilván, hogyha ti is a suliba jártok, akkor valószínűleg még nektek is. Itt meg fognak ütni minket. Szóval ez egy igazi gitárral felvéve, azért az úgy sokkal jobb lenne. Szerezzük meg a kulcsot. Persze, hogy a kispók ütközik nekünk. Semmi baj, mert van egy ilyenünk. És még pénz, úgyhogy tudunk venni még egy
Spirit Heartot. Tegyük is meg. Már lehet, hogy egy item, jobb, egy itemre kéne gyűjtenünk. Tehát most van még egy Spirit Heartunk. Tintidrocknak köszönhetően. Nagyon remélem, hogy nem pókok jönnek ki ebből, hanem még több pénz. Jó, azt letudtuk. Wow. Második lövésre nem voltam nagyon-nagyon felkészülve. Jól van, ott már spawnol nekünk pókokat. Nyilván nem örülök neki. Őszintén... ez szerintem jó haszna volt egy bombának. Van még egy nagy szoba. És valószínűleg arra lesz a boss. Aha. Én ezt a szobát legszívesebben kihagynám. Sajnos nincsen rá módunk. Vagyis itt fognak minket megütni. Túl sok pók van itt. Egyszerűen. Ehhez a DPS-hez, amink van nekünk jelenleg. Meg nagyon sokat ugrándoznak ezek a pókok, szóval... oké. Lehet, hogy mégis meg tudjuk oldani. Wow. Hát rátok nem voltam nagyon felkészülve. Viszont ennyi sziklánál azért egy tintidrock igazán lehetne benne. Már csak ti vagytok ketten? Há, hárman vagytok. Tudsz, az a két kis pók, ami belőled ki fog esni. Hogy... wow. Oh, megoldottuk ezt is. Persze, most már aranykulcsot kapunk, hogy mindenhol voltunk, amit szerettünk volna megnézni. Szóval, ha nem hauntot kapjuk, akkor valószínűleg nagy esélyünk van arra, hogy egy diót kapjunk. És onnan valami jó itemet. Fisztula egész jó. Ugye a probléma az, hogy ő elkezd osztódni mindjárt. Jajjaj! Oké! Csak óvatosan! Ne! Dude! Oké! Az kell. Az biztosan kell. Jó! Megoldottuk, kaptunk egy damage és range upot. Egy speed upot szeretnék nagyon-nagyon-nagyon. Hát jó. Legyen. Szóval Devil Deal-ekre megyünk. És én hajlandó vagyok még ezt a maradék szobát megcsinálni. Whatever. Lényeg az, hogy sikerült. 14 centünk van. Rettentő lassúak vagyunk. 0,25 speed. Azért az nem nagy. Ez meglehetősen kevés. Adhatna igazán valami speed upot. Ide bejövünk. Telepíz. Puberty. Paralízis. Oké. Okay. Nem vagyok benne biztos, hogy ez megérte nekünk. Egyre inkább biztos vagyok benne, hogy ez nem érte meg nekünk. Következő szinten lehet, hogy a shopnak jobb hasznát vesszük, őszintén. Ja. Megnézzük, hogy mi van a következő szinten a shopban, ehhez mondjuk el is kell jutni odáig. És jó lenne, ha nem ütnének meg. Nagyon fura, hát annyira nem fura, csak... még
csinálni kell dolgokat, ugye Sámson sem sikerült még unlockolnunk, Sámsonnal annyit kellene csinálnunk, hogy két szinten ne üssenek meg, mármint hogy ezt kellene valamelyik másik karakterrel, hogy unlockoljuk. Egymás követő két szinten ne üssenek meg egyáltalán, a dealünk még mindig nyitva van, mert Rebirth, és azt hiszem a nyulábáig megy ez az egész. Azért a damage up valószínűleg segít. Meg a range up is. Ezt egyelőre fölvesszük. Szóval Lard, Thunder Ties. Valószínűleg ezeket kaptuk, ha jól emlékszem. Akkor ez a challenge úgy működik pontosan, hogy ez a két item... Elnevedd a pénzemet. You greedy bastard. Képes volt lett volna rámugrani, képzeljétek el. A dodge-olni még valamelyest tudunk. Kaptunk két bombát. Lehet, hogy valamikor majd Secret Room után fogunk nézni. Hát... Oké, azt hiszem, hogy viszlát deal ezen a szinten. Please, 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 please. Maybe not. Gyere, ez mi? Dude. Ez mi volt? Ezt úgy hívják, hogy rémálom. Amikor, oké, megöltem, de... Ó, de gyorsak vagytok! Jaj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 
Oké. Okay. Most már csak ők vannak ketten. Ezért szerencse is kell a játékhoz, nem mondom. Őszintén lehet, hogy megérné végigjátszani ezt, akár egy délután. Egy délután. Ha kapunk dílt egyáltalán. 15 cent. Mi azt jelenti, hogy egy itemre jók vagyunk a shopban. Én valami repüléssel kapcsolatos itemet szeretnék látni alapvetően. Wow. Szerencsére itt van a shop. És itt van a... hello. Black Market. Nem, ez nem Black Market, viszont kaptunk egy hauntot. Oké, ezt újra. Nézzük meg, mi van a shopban először is. 5 cent. Nagyon örültem volna 5 centnek. Nem tudom, mit csinál ez az item, az a baj. Oké, ez nekünk nem érte meg. Ha meg tudom ölni a hauntot. Meg tudtam ölni. Akkor kapunk egy Halo Flies-t. Ami egészen kiváló nekünk. És bemegyünk. Hát a kapunk egy dílt. Nagyon remélem, hogy nem egy hauntot kapunk, vagy valami nagyon hasonlót. Mondjuk egy Dark Wand. Igen, pontosan ezt akartam volna elkerülni. Wow. Oké, te itt most futkározol. Oh. Igen, ez elkerülhető lett volna. Ez is. Kb. Izzad a tenyerem. Nagyon
szeretném azt a dealt, légy szíves! Oké, tök mindegy. Még igazából el tudunk jutni a dealbe. A self-sacrifice. Speed shot speed. Nagyon jó. Már nem borzalmas a speedünk, hanem csak úgy rossz. Ez most a klasszikus zenéje. Ezt nem akartam felvenni egyelőre. Ez gondolom nyilvánvaló. Van egy devil kártyánk. Oké. Van már 11% esélyünk a dealre, ami nyilván nem lesz ott ennyitől. Egy... Kettő... Három. Kérdés, hogy mennyire megyünk el. Egyelőre nem kaptunk bőle semmit, legalább egy luck upgrade-et adnál. Ez most itt tényleg nem fog nekem adni semmit? Oké. Azt hiszem itt egy kicsit másképp működik ez is. Mint ahogy én azt vártam volna. Ez elég nagy probléma nekünk. Ugyanis most akkor vissza kellene az életünk. Ó, van egy három battery charge-unk. A shopban. Milyen jó, hogy azt megvettük. Azért egy charge-ot próbáljunk meg itt szerezni még. Igazán fantasztikus ez a szoba is. Oké, abból kaptunk egy fél szívet. Szerencsére most már nem sokat számít az, hogy sebződünk-e. Azért nyilván jó lenne, ha minél kevesebbet sebződnénk. De én ebbe a curse roomba most itt bejövök. Nyilvánvalóan nem érte meg. Kaptunk bele három legyet, hűha. Jó, megnézzük, mi van még itt. Nem állunk olyan nagyon-nagyon jól. Téged fel tudlak robbantani. Hát, ha adsz valamit? Ó. Nem mondom, hogy főnyeremény volt, de nem rossz. És itt lenne a Secret Room? Valószínűleg nem. De könnyen lehet. Nem itt volt. Úgyhogy akkor battery charge-ok. Majdnem maxra fel tudtunk jönni. Maxra fel tudtunk jönni. Oké, menjünk tovább. Nincsen semmiféle szívünk, még eljátszhattam volna párszor a self-sacrifice roomot, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy ilyenkor már kellett volna valamit csináljon. Oké, ezen a szinten sem fogunk dealt kapni, ez elég valószínű. Lehet, hogy előbb unlockolni kell valamit, hogy a self-sacrifice roomok működjenek. Egy championünk is van ilyen kukacokból, itt van a champion. Oké. Aki dobott egy bombát, sajnos troll bomba volt, amit dobott. És megyünk tovább. Lehet, hogy a Hermit kártyát kellett volna megtartani. Wow! Ja! Persze, tírek ellen egészen jók vagyunk. Nem jók, csak egész jók. ...18% esélyünk van egy dealre. Vagyuk be nem sok. Nem lehetetlen, hogy kapjunk dealt. És akkor már lehet, hogy a curse roomot megjátsszuk. Hello, Gapi. Egy
egyrészt why not, másrészt why not. Így. Igazából hasznosabb, mint Yamhart. Szerintem ez eléggé objektívan kijelenthető. Hello Greed. Természetesen Greed van a shopban, mi más lenne? Amikor ennyi pénzünk van, hogy végre tudnánk venni valami értelmeset, akkor egyszer csak, tudjátok, mit legyen Greed. Te miért arra lőttél? Ez egy jó kérdés. Mondjuk én is néha nem arra lövök, amerre kéne. Köszönöm, Infamy. Infamy? Ó, van Infamy-nk is, persze. Lucky Penny. Jó, következő szinten talán lesz egy jó dílünk. Igazából bármikor, amikor bajban vagyunk, akkor tudunk használni egy szívet. Arra, hogy spiritartunk legyen belőle. Előtte nézünk egy kicsit körbe, hogy mit tudunk még itt csinálni, és lehet, hogy elveszítek még egy szívet. Igazából nem elveszítem. Jól van. Elvesztettük egyébként a szívet, csak felvenni azt a piros szívet, ami ott volt, ez lett volna a lényeg nagyjából. Rengeteg pénzünk van, hát oda már nem tudunk menni ahhoz a pillhez megnézni, hogy ez mire jó. Oké, már csak te vagy hátra. Oda nem tudunk bemenni, mert túl sok a HP-nk. Ha csak nem játsszuk el itt a HP-nkat. Ez a cica volt? Szóval cica feljött. Ezt ki tudnánk használni arra, hogy be tudjunk jutni oda föl. Vagy oda max HP-val nem jutunk be, az is biztos. Szóval a 18%-on kellene valamit módosítanunk. Nem, nyilván fölfele szeretném, nem lefelé. Vagy a trap roomot tényleg megjátsszuk, és van egy hangmanünk. Van egy Two of Diamondsünk. Lehet, hogy megérte, lehet, hogy nem. Szóval jelenleg max HP-n vagyunk. És annyira jó lenne ezt megjátszani. Nem kaptunk bőle semmit, reméltem, hogy kapunk bőle plusz deal százalékot. Na mindegy. Szóval azzal, hogy van egy Guppy Spunk, azzal egyrészt felveszem ezt a szívet, másrészt azt a másik szívet is felveszem. Ezzel védén tudjuk ezt a 18% esélyt. Ha még egyszer megütnek minket, akkor használjuk Guppy Spot, ennyi az egész. Addig használjuk, amíg nem kapunk egy dealt. Oké, okay, meg a feti. Az a baj, hogy elfutni nem nagyon fogunk tudni. Sem akkor, amikor ő magához akar vonzani minket. Egész jó lett a damage-ünk a Devil kártyának köszönhetően.
Most fog ugrani. Így van. Most még egyet ugrik. Nem. Az a baj, hogy stompik vagyunk, és nagyon nem akarok rálépni a gombákra. Ó! Figyelj már, no hiteltük. Azért ez is valami. Kapunk egy luck upgrade-et, most már megint nullán van a luckunk. És tudunk menni lefelé. Mi van, cica? Depth 1. Én nem tudom, hogy tudunk bejutni, de kedves egészségünkre. Ezt köszönöm szépen. Köszönöm szépen a legyeknek, hogy ezt megoldották. Egy ilyen pillünk volt, ami paralízis, akkor nem baj, hogy nem jutottunk be hozzá annyira. A másik pill is egy paralízis? Valószínűleg igen. Wow! Igen, ez is egy paralízis, úgyhogy azt lehet, hogy nem kéne használni. Hát persze, hogy ti. Amikor nincs elég sebességem, akkor mi más lenne? Örülnék, ha cseszteket nem kellene olyan nagyon tologatnom. Jó, megoldottuk ezt is. Kaptunk egy kulcsot. Menjünk tovább egy paralízis pillel, mert hogy az olyan hasznos. Na, szeretnék egy shopot látni, amiben nem greed van. De teljes valójában láthattuk a Troll Engine-t eddig, és 100% esélyünk van a dealre egyelőre. Oké. Ahhoz képest, hogy egy elképesztően jó speed upgrade-et kaptunk, még mindig nagyon-nagyon lassúak vagyunk. Ezt nem fogjuk megjátszani, úgy érzem. Jó, 90 centünk van. Mintha nem tudnánk ezeket a saját lábunkkal kitörni. Annyira kemények vagyunk. Ott egy tinti drog. Nem. Elhasználtuk darabra. Guppy spa nélkül is elég jól állunk élettel most már. Ez nyilvánvalóan jobb, mint a paralízis, ami egy Moon kártya. Oké. Ez tetszik. Őt felrobbantjuk. Nem tudom miért igazán. És megveszünk mindent a shopban. Oké, maxon vagyunk. Wow. Ezt elég könnyen meg tudjuk oldani, ezt a szobát. Kaptunk két kulcsot. Így. Megint nem néztem meg, hogy hogy hívják. Az elején még ilyen szinkronnak nézett ki a dolog, tehát nagyon egyszerre indultak el ugyanarra. Most már ez kevésbé van így. Tírek ellen viszonylag jók vagyunk. Ezzel a két kis... Aha, köszönöm, Infemi. Két legyünk el. Oké, semmi baj. Infemi is megmentett minket egy damage-től elvileg, legalábbis láttam, hogy jelzett. Oké.
100% esélyünk van egy dealre. Továbbra is, szóval. Oké, egynek vége van. Te sem vagy már olyan nagyon-nagyon sok HP-n. Annyira cukik ezek a legyek, és egyébként annyira Edmund világa tényleg. Abszolút beleillik. Rolaszenta, legyen. És nagyon remélem, hogy nem Krampus lesz. Nem Krampus. Hogy legyen? Legyen egy Guppy's Head. Legyen egy Nail. Legyen egy Lord of the Pit. És őszintén lehet, hogy Guppy's Head-del kéne tovább menni. Vagy a Nail-lel. Legyen Guppy's Head. HP-val annyira nem állunk jól, viszont most már tudunk repülni. Ami mindenképp egy pozitívum. Szóval paralízis az nekünk nem kell. Szóval így, hogy repülni tudunk, azért ez sokkal, de sokkal kellemesebb már. És mellette stompik is vagyunk. Valamint nagyon jó speed-upot kaptunk, még mindig nincs egy a speedünk. Devil kártya, használjuk el a Moont most. Oh, hello. Fogadjunk, hogy van benne egy Steam Sale. Cicce, mi van? Mit nézel? Messzire nem mentünk. Aha, itt a Steam Sale-ünk. Szóval a következő szintre van egy olyan shopunk, ahol 76 centet el tudunk költeni. És elég jól kapjuk a Spirit Heartokat is, szóval nem lehet okom panaszra. Ez nagyon nagy mák volt. Lássuk be. Szóval végre kaptunk egy dealt, ráadásul egy egész jó dealt. Kaptunk egy Guppy itemet, és már volt egy, szóval még egy Guppy item kéne. Az, hogy megnyerjük a világot. Te fura vagy. Mert nem az, akit most éppen üldözök. Meg nem is ez, mert ilyet láttunk már. Azt, akinek Isaac van a feje helyén, illetve az agya helyén. Hanem te! Te mit tudsz? Ó! Oké, már tudjuk, hogy ő mit tud. Nagyon kéne nekünk piercing shots. Mi van erre? Nagy szint ez, elég nagy. Hát, ha kapunk egy könyvtárat vagy valamit. 99 cent. Úgyhogy innentől már nekünk semmi nem kell. Legalábbis ezen a szinten, majd a következőn lehet. Ugye Lucky Penny nem lehet ott. Menjünk tovább. Mi van még itt? Mondjuk még néhány bombát el tudnék fogadni. Abból nem állunk annyira nagyon jól. Kaptunk egy Magician-t, ami szintén nagyon jó, meg egy High... legyen a High Priestess. Azért High Priestess-szel one-shotolni tudunk valami nagyot. Annyi jó kártya, és nem használom őket. Battery Charge mondjuk nem mintha ne tudnánk fölvenni. Jól van. Egy. Kettő. Három. Nem, itt nem volt semmi. Megyünk tovább. Hát akár fel is vehetjük. Így. Tank challenge-et hivatalosan is leromboltuk.
Hát mondjuk abban megnézhettük volna, hogy mi van. Lehet, hogy tudunk bőle generálni néhány bombát, de olyan nagyon nem izgat. Nem a bombák a szűk keresztmetszet. Na mi van, cica? Itt mászkál föl alá. Oda nem tudunk bemenni. Ahhoz előbb egy dílt kellene szereznünk, ami elég lehetetlen, mert mámtól nem tudunk kiteleportálni, ha csak. Ezt most így komoly, hogy egyet ölt meg az alább. Nézzük a koponyákat, hát semmi. Illetve egy IV bag-et találunk, mondjuk van rá lehetőség. Oké. Let's just go back. Egyelőre nem menjünk arra. Ez így elég rossz. Dude. Ezekkel nem tudom, mit kell kezdeni őszintén. Amint látom, hogy mit csinálnak, csak a probléma az, hogy lőnek is, pinganak is, lögdösnek is, és az egyik champion. Persze, hogy a champion marad hátra, és nagyon-nagyon gyorsak, szóval... Még egy high priest teszünk. Whatever. Szerencsére ezt a szobát nem kell megcsinálnunk. Ne, a pénzt nem szabad felszedni. Mert már van, tele vagyunk pénzzel, szóval az majd a bolt után. Nem jó a damage-ünk. Sokkal jobb damage kellene nekünk. Two of diamonds, oké. Na, hol van a shop? Meg is van, hát sajnos sebződtünk egyet. Ez nem a shop. Guppy? Nem, ez nem egy guppy item. Oké, legalább volt egy tinti drokkunk. Jó. Én nagyon szeretném, hogyha itt lenne lassan a shop. Köszönöm szépen. Tök jó, hogy megvárták, amíg minden mást leölök. Ez így nekem nagyon kényelmes, köszönöm szépen. Oké, there is options. És fel fogjuk őt robbantani. Egy jobb deal esélyéért. 2%-ot kaptunk rá. Jó. Akár fel is vehetjük. Tudom, hogy van még egy Two of Diamonds-ünk, de... Innentől most már nem nagyon fog számítani a pénz, ha csak nem kapunk egy judgmentet. Amit őszintén szóval nem is biztos, hogy olyan nagyon akarok játszani. Talán egy second secret room itt? Vagy itt? Nem? Nézzünk egy kicsit körbe. Akár itt fönt is lehetne. Egy black marketet szeretnék nagyon. Ó! Igen, ez így eléggé el lett hibázva. Kinyitjuk. Hello, te mi vagy? Egy fehér szív. Ilyet még nem láttam. Valószínűleg mamnál szükségünk lesz rá, úgyhogy menjünk tovább. Vagy lehet, hogy mam előtt el fogjuk játszani ott. Mondjuk tudunk repülni, szóval csak kifele fogunk veszíteni életet.
Hello, Mark. Nem tudom, mit ad ez a szív, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Így nem találtunk Secret Roomot, nem akkora nagy baj. Értve nem katasztrófa, mondjuk úgy. És eddig ment a challenge, vagy Mom's Heartig megy? Őszintén nem tudom, azt hiszem, hogy Mom's Heartig megy. Oké, eddig tartott a fehér szívünk. Most már nem tudjuk meg, hogy ebből mi lesz. Lehet, hogy valami extra statot adott, és nem vettem észre? Nem tudom. Hát azt hittem, hogy ott elférünk őszintén szólva. Mindjárt vége Mom-nak. Igen. Ezt gondoltam, tehát hogy ezt azért ki kell próbálni, hogy ilyenkor tényleg én sebződök-e High Priestess-től. Ennyi volt a challenge. Na, egy gapi. Te mi vagy? Ajaj. Fel tudunk venni egy Little Brimet még. Fel tudunk venni egy pentagramot. És ennyi volt ez a mai napra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!